Fonográfok, gramofonok, zenélő és fuvolajátékos órák, gépzongorák, verklik, sípládák és óriási zenélőgépek. Egy szóval, ritkaságok az elmúlt 200 évből, a Szentendrei Muzsikáló Múzeum, ha nem is az egyetlen, de páratlan az egész világon. És hogy miért? Talán a tulajdonosának köszönhetően, aki nem csak összegyűjtötte a múlt zenélő dobozait, hanem tiszteli is azokat. A rádió gyerekkorosában énekeltem több évig, és hát a zene szeretete az onnan jön, valószínűleg, és a technikai érdeklődés meg a másik oldalon, mert nyomdamérnök vagyok. Zenélő doboz. Hát tulajdonképpen így hívjuk összefoglaló néven azokat a szerkezeteket, amiket ha elindítunk, felhúzunk és elindulunk, akkor önmaguktól zenét adnak. A régmúltban, mivel nem volt sem televízió, sem rádió, sem pedig mozi, és mindenki nem tudott elmenni operába se, ezért ki kellett találni valami olyant, amivel az emberek a lakásukba haza tudták vinni a zenét. Így születtek meg az első zenedobozok, amelyek már a kezdetektől legkevesebb két számot tudtak előadni. Később, amikor már fémlemezes zenélő szerkezetek voltak, akkor már annyi számot játszott el, hány lemezt vett az illető, mert minden lemez egy másik szám. A zenélő dobozok alapja a programozás volt, ami Joseph-Marie Jacquardnak, a szövőgép atyának a nevéhez kapcsolódik. A francia feltaláló ugyanis a szövőgépekre írt programját később a lyukkártyáknál is hasznosította, amelyek a zenedoboz alapjául szolgáltak. Hát ez mestermunka volt, minden a kottából indult. A kottát átvetítették egy papírra, egy sematikus ábrát csináltak belőle, és utána azokon a pontokon, ahol meg kellett szólania, valamilyen vagy bütyköt, vagy szöget, vagy valamit beütöttek, és az megpendítette a megfelelő húrt, illetve megpendítette a megfelelő hangzó fésűt. És bármilyen hihetetlen, de 200 évvel ezelőtt bütykökből, fésűkből, na meg rengeteg apró alkatrészből összeállt egy zenegép, ami gyakorlatilag meghódította az egész világot. Eredetileg órások készítették, órák kiegészítőjéhez, tehát órák, zenélő órák kiegészítője volt a zenélő, majd külön vált a zenélő szerkezet magába, és onnan kezdve már hangszerészek is csinálták. Korencsi Gábor gyűjteménye 99%-át Magyarország területéről szerezte be, és még így is nála mindenfajta és féle zenélő doboz megtekinthető, amit csak valaha gyártottak. Többnyire ezek már mind elromlottak, vagy romos állapotba kerültek hozzá, nagyon sokat dolgoztunk, amíg ezek mind működnek. Ez is egy, ez az egyik legszebb hangú zenélő szerkezet. Tulajdonképpen ez a nagy fémlemez maga a program. A fémlemezt lehet cserélni, körülbelül 100 darab ilyen fémlemezen van. Fémlemez túloldal, ez úgy nevezzük, hogy bütykös lemez, vagy szöges lemez. Tulajdonképpen ezek mozdítják el ezeket a kerekeket, és utána ez a hangzófésű, ez a hangzófésű pár adja a zenét. Ez egy citerázógép, az eredeti neve Piano Melodico. Tulajdonképpen, amikor hajtom, akkor megrezegteti a húrokat, persze a lyukkártya alapján. Ezt kitalálta fel? Ez Olaszországból jött. Hát pontosan nem tudom megmondani, hogy ki ez olasz találmány. Rátalált a szemem egy 6 dallamos zenegépre, amelyen már ütőhangszereket is alkalmazott a szerzője. Korencsi úr rögtön dalra is fakasztotta, amelyen pont a 6. szám indult el, szinte automatikusan. Tíz-tizenkétezer picit üske van beleütve. Kis acéltüske, ez abszolút kézi munka. 1000 itt a Muzsikáló Múzeum levegővel meghajtott zenélőgépei, amelyek közül néhányat jó magam is megszólaltattam. De ezzel a játékkal engem, legalábbis Korencsi úr szerint, minden bizonnyal elkergettek volna. Dal is azt mondja, hogy a Wurlitzer nem Berkeley, a szívvel kell tekerni. Tehát szívvel kell tekerni, kell ismerni a dallamot, kell ismerni a ritmusvilágát, kell ismerni az érzelgős részeit, a lassabb részeit, a gyorsabb részeit, és úgy lehet igazán jól tekerni. Úgy őszintén mennyit költött erre a múzeumra? Fú, ezt nem tudom összeszámolni, de nem is nagyon akarom. Végezetül Korencsi úr megmutatta a múzeum legértékesebb darabját, egy 1800-as évekből származó kocsmai zenekart, aminek Orchestion volt a neve. És még mind a mai napig pénzérme bedobáson működik.
Ez egy zenekar a szekrényben, tehát egy orkesztrion a neve, a hivatalos neve. Van benne zongora, a zongora rész, ugye nagy dob, kis dob, triangulum, cintányér, marimba. És hát tulajdonképpen ennyi. És hát van egy vibrátos rész, ami még megtarkítja a zenét egy kicsit. És meg itt van a diszk, ami... Hát ez a disz, igen. Tehát egy ilyen fahengeren, egy ilyen szöges hengeren 8 muzsika van. Tengely irányba elmozdul, és akkor mindig egy másik zenét ad.